Nagy tisztelettel köszöntöm megjelent kedves vendégeket és a Pécsi Városi Televízió nézőit. A ma esti beszélgetés dr. Ádám Antal, professzor emeritus, volt alkotmánybíró, mint vendég tiszteletére folyik. Professzor úr az Állam és Jogtudományi Karon hosszú és rendkívül eredményes szakmai, tudományos és oktatói múltat tud maga mögött, csak úgy, mint a alkotmánybíróságon eltöltött több mint 9 éves munkálkodást. A mai beszélgetésen szeretnénk professzor úr személyiségét egy kicsit közelebbről megismerni. Az ember életében meghatározó a gyermekkor. Első kérdésem arra vonatkozna, hogy professzor úr milyen emlékeket őriz meg gyermekkorából, milyen élmények voltak azok, amelyek indulását meghatározták. 1930-ban születtem Jánoshalmán. Ez azt jelenti, hogy a életem első 14 évét a két világháború közötti időszakban töltöttem le, és mély és élénk emlékekkel rendelkezem ennek a korszaknak az alapvető jellemzőiről. Jánoshalma egy nagy község, mintegy 15 ezer lakosa volt akkor, és hát az a gyermekkori emlékek közül először azt emelném ki, mint általános közösségi emléket, hogy az elmúlt évszázad végén a földműves családokban általában 7-9-11 gyermek született. Ugyan ez történt még a század elején is. Ebből az következik, hogy az én anyai és a apai felmenő családaimban is rengeteg rokon, nagynéni, nagybácsi, azoknak a házastársa, sógorok, azoknak a gyermekei, leszármazottai, házastársai, stb. Tehát óriási rokoni hálózat fogta át a községet. Ez több ezer embert jelentett, és a szülők arra törekedtek, az én családomban is és máshogy is, hogy ezt a nagyon nagy létszámú rokoni hálózatot már a gyermek fokozatosan ismerje meg, azokat találkozáskor tisztelje meg köszönéssel, köszöntéssel, de mondhatom, hogy ugyanerre törekedtek a rokonok is. Tehát számon tartották az idősebb generáció tagjai, számon tartották a felseperedő gyermekeket, és hogyha a gyermek nem ismerte meg a távolabbi rokont, akkor rákérdeztek, hogy ugye te a kisváci vagy, például tőlem ezt kérdezték gyakran, valószínű külső formám alapján. Ebben a községben is mindenkinek volt egy mellékneve, és általában melléknévről ismerték a családokat, tehát ott legalább 8-10 féle Ádám család élt Jánoshalmán, és az egyik családot, az én családomat hívták Váci Ádámnak. Tehát hogyha hozzám szóltak, és megszólítottak, akkor csak így apostrofáltak, hogy Kisváci. Ez történt például, hogy iskolába járás közben 4 kilométerről jártam tanyáról az elemi iskolába, az általános iskola 4 osztályába is, az első polgáriba is. Hát előfordult például többször, hogy a lovaskocsi elhaladt mellettem, leszólt, te a kisváci vagy? Mondtam, igen, na akkor ugorj föl. Egy pillanatra megálltak a lovak, megfogtam a lőcsöt, föltettem a lábamat a kocsi hágcsújára, és már is indították, mert hát sok idő nem volt arra. És hát ezt is csak azért szültem vele, hogy arra is megtanítottak bennünket, hogy amit megfogunk, az kiejteni a kézből nem lehetett. Tehát az, hogyha valaki egy tányért kanalat valamit kiejtett, az óriási ügyetlenségnek számított, és hát megvetés tárgya volt. Ezt a rokoni jelenséget elhagyva, második hát ilyen élmény csoportként azt idézem fel, hogy
mindenkinek, aki a községben élt, megvolt a magas státusa. És érvényesült az a követelmény, hogy mindenki társadalmi helyzetének, foglalkozásának, beosztásának megfelelő magatartást tanúsítson, szerepet töltsön be. És ezt nagyon komolyan vették az emberek, tehát a mezőgazdaságban élők is, attól függően, hogy melyik vagyoni réteghez tartoztak, szegényebb parasztsághoz, középbirtokosokhoz, nagyobb gazdák csoportjába, vagy pedig az iparosok körébe, vagy pedig a tisztviselők körébe, és nagyon megbecsülték magukat azok, akik nyugdíjas állással rendelkeztek. Tehát a postás, a vasutas, a rendőr, olyan csendőr, stb. Tehát olyan nagy gonddal töltötte be a tisztségét, a funkcióját, látta el a feladatkörét, hogy nem lehetett azt tapasztalni, vagy egészen ritkán, rendkívül ritkán fordult az elő, hogy valaki visszaért a helyzetével. Mert nagyon megbecsültem mindenki azt a pozícionáltságot, amit elért, és ez nagyon sokoldalú, kölcsönös bizalmi viszonyt alakított ki az emberek között. Mert lehetett építeni a postásra, a vasutasra, a sarki fűszeresre, és természetesen a vásárlóra is, mert az adott szó az szent volt. Tehát nagyon kellemes élményt jelent számomra, amikor ezekre visszagondolok, hogy milyen korrekt és ugyanakkor bizalmon nyugvó kapcsolatrendszer érvényesült a különböző foglalkozású, beosztású szerepet betöltő emberek körében. Egy tudósi pályán meghatározó az is, hogy valaki hol milyen iskolákat végzett, ezek során milyen hatások érték. Professzor úr, azt kérdezném most, hogy a középiskolai tanulmányait hol folytatta, illetve ezekre milyen hatással volt a háború? Ahogy utaltam rá, az elemi iskola 4 osztályának elvégzése után szüleim a Jánoshalmi Polgári Fiúiskola 1. osztályába irattak be, és azt el is végeztem. Annak elvégzése után azonban Nyíregyházára kerültem, a Nyíregyházi Királyi Katolikus Gimnáziumba, és a nyíregyházi ferences kolostorban laktam 2 évig, amely kolostornak akkor anyai nagybátyám, ma is élő, mint egy 90 évét betöltött Páter Faddi ott már volt a vezetője. Ott laktunk 4-en, és hát onnét jártam a gimnáziumba. 2 osztályt, a harmadikat és a negyediket végeztem ott sikeresen, sőt mindkét év végén városi jutalmat kaptam. De ami érdekes volt, hogy polgári iskolával kezdtem, a második osztályba iratkozás után 3 tájból különbözeti vizsgát kellett tenni az első fél év végéig, amit hát sikeresen teljesítettem, és ennek következtében tehát folytathattam a tanulmányaimat. Sajnos ugye a háború előrehaladása miatt, nevezetesen 1944-ben ugye kezdődtek a bombázások, sőt 1943 őszén, és 44-ben pedig hát nagyon intenzívé váltak, és emiatt áprilisban befejeződött Magyarországon minden középiskolában a tanév. Haza kerültem szüleimhez Jánoshalmára, és ősszel a front közeledése miatt már a közelben lévő, tehát Kiskunhalason működő református gimnáziumba iratkoztam be, azonban oda csak egy hónapig jártam, mert az orosz front elérte Jánoshalmát is, Kiskunhalast is, és aztán én ott nem folytattam a tanulmányaimat, kihagytam tulajdonképpen ezt a tanévet otthon. Dolgoztam a mezőgazdaságban, bátyám katona volt, fogságba esett, stb. Őt is kellett helyettesíteni, és 45 őszén iratkoztam be Bajára a 3. Béla Ciszter gimnáziumba, és hát ott is ahhoz a megoldáshoz folyamodtam, hogy nem az elmulasztott 4.
osztályba iratkoztam be, hanem az ötödikbe, és a fél év végig pótoltam az elmulasztott évet, ezáltal nem lettem évesztes. 48-ban következett be az egyháziskolák államosítása, tehát én már 1949-ben Baján, ugyanebben a gimnáziumban, de mint állami gimnáziumban érettségiztem. Mi motivált a professzor urat a jogi pálya felé? Mi döntött abban, hogy tulajdonképpen a tanulmányait a pécsi jogi karon fejezze be? Erre kérdésre, hát sablonosan válaszolva, és egy kicsit cinikusan azt mondhatom, hogy semmi. Ugyanis, hát én nem a jogi karon felvételiztem, nem is gondoltam arra, hogy jogász legyek, hanem több felsőoktatási intézményben lehetett akkor felvételvizsgát tenni. Pécsett az Orvostudományi Egyetemen felvételiztem, és Budapesten a Kertészeti Egyetemen. Az elsődleges ambícióm, vágyam az volt ugyanis az érettségi után, hogy agrobiológus növénynemesítő leszek. Ez állt hozzám legközelebb. Sajnos egyik felsőoktatási intézménybe se vettek fel. A pécsettet felvételvizsgám alapján felvettek Pécsett a akkori pedagógiai főiskola orosz szakára. Jártam is egy hónapig oda, és akkor tájékozódtam, hogy itt van jogi kar, átmentem a kar épületébe, és ott rögtön összefutottam Rudolf Loránd dékánúrral, előadtam a törekvésemet, mondta, hogy melyik szobába menjek be, és ott fölvételiztetnek, ez megtörtént, és fölvettek a jogi karra is. Hát azt sikerült elvégeznem. Ehhez képest nagyon hamar elindult a tudományos pályán, már hallgató korában demonstrátorként tevékenykedett az alkotmányok tanszéken. Erről milyen emlékei vannak? Erről csodálatos emlékeim vannak, mert valóban másodéves koromban az első fél év befejezése után kerülhettem az alkotmányjogi tanszékre egy Csekely István professzor mellé. Kulcsot kaptam a tanszék könyvtárához, és az időm nagy részét ott töltöttem, hiszen az albérleti szobámban nem fűtöttem a déli hónapokban sem. És hát az azt jelentette, hogy habzsoltam a tanszéken található régi és új jogi szakmunkákat, folyton olvastam, mert csodálatos élményt jelentett számomra ez a több mint 2000 éves tudomány ágnak jelentettek a termékei, és egyben pedig hát a legfrissebb folyóirati tanulmányokat is lehetett tanulmányozni, tehát tényleg lehetett bővíteni az ismereteken. Ez nagyon előnyös, hasznos volt. Másrészt pedig hát nagyon jelentős az életemben az, hogy abban az időben a professzoroknak havonként kellett jelentést adniuk a dékánnak arról, hogy az elmúlt hónapban hol szerepeltek, mit csináltak, hol tartottak előadást, mit írtak, stb. Számomra Csekely professzor azt a feladatot adta, hogy gondosan kísérjen figyelemmel az ő különböző helyen tartott szerepléseit, készítsek feljegyzést, és a hónap végén készítsek erről egy jelentéstervezetet. Ezt természetesen törekedtem megtenni, és amikor minden alkalommal kézbe vette az én tervezetemet, egy piros ceruza volt a kezében, és hát szinte minden mondatot agyon firkálva javított ki, és következő megjegyzéseket fogalmazta meg. Micsoda szörnyű magyartalanság, borzasztó germanizmus, így egy magyar ember nem beszél, és nem ír, és hát ez számomra nagyon előnyös volt. Rengeteget tanultam tőle, és később törekedtem ezt hasznosítani, akkor is, amikor hát abban a szerencsében volt részem, hogy a jogi kar két kiadványsorozatát mintegy két évtizeden keresztül szerkesztettem, és a fiatal kollégáknak az írásaival gyakran magam is hasonlóan jártam el. Közülük egyesek ezt rossz néven vették. Legutóbb történt egy összejövetelen, hogy egy karnak egy jeles professzora oda jött mellém, és azt mondta, hogy jó tettem, hogy ezeket a megjegyzéseket tettem, amiket ő akkor rossz néven vett, és köszöni. Mit jelentett a demonstrátorság? Demonstrátorság nem csak lehetőséget jelentett ismeretek bővítésére a tanszék könyvtárában, hanem
legalábbis meghatározott idő eltelte után az oktatásban való közreműködési kötelezettséget jelentett, mert akkor a professzorok mellett nem voltak fiatalabb oktatók. Egy-két professzor mellett működött már gyakornok. Például éppen az alkotmányjogi tanszéken Csekei professzor mellett tevékenykedett mi a hallgatókorunkban a neves és kedves személyiség Fényes Miklós, az egyetemi könyvtár későbbi igazgatója, akit mi hát csodálattal szemléltünk és hallgattuk a szeminárium vezetését. De hát, minthogy nem voltak általában fiatal oktatók, ezekben az években a kar vezetése az arra alkalmas hallgatókat, mint demonstrátorokat bevonta az oktató munkába. Így történt velem is, harmad és negyedéves koromban órarendszerűen vezettem szemináriumokat, gyakorlati órákat alkotmányjogból és polgári jogból. Ezzel függött össze az, hogy az én megfelelő előadásaimra, tehát a nekem tartott előadásokra sajnos emiatt nem járhattam, és amikor például Papp Tibor professzor úrnál vizsgáznom kellett családjogból, azzal a megjegyzéssel fogadott, hogy kollégát sosem láttam az előadásomon. Amire természetesen számítottam, és mondtam, hogy igen, professzor eltárs, mert az volt a megszólítás. Ez azért történt, mert nekem is akkor kellett órát tartanom x évfolyamon a hallgatóknak, és zsebemben volt az órarend, és megmutattam, hogy ez megfelel ez az állítás a valóságnak, és így nagyobb baj nem történt. Rendkívül fiatalon, 28 éves korában kandidátusi fokozatot szerzett. Mi motiválta a téma kiválasztásában? Az első témám az országgyűlés volt. Érdekelt a parlament, a parlamenti kormányrendszer, a parlamentarizmus, és kezdtem kutatni. Először a képviselők jogi helyzetét vizsgáltam, ennek eredményeként született meg 1957-ben az első nagyobb tanulmányom a mentelmi jogról, amelyben akkor javasoltam az immunitásnak, tehát a képviselői felelőtlenségnek a bevezetését a parlamenten belül elkövetett esetleges szóbeli, tehát verbális sértéseként, amit természetesen akkor nem nyert elfogadást. De aspiráns vezetőm Bér János egyszer csak azt mondta, hogy Tónikám, ezt a témát én átveszem tőled, én írom meg az országgyűlés témakörét, és ezt én nagyon rossz éven vettem, és mondtam, hogy professzor eltárs, hát ez az én témám. Nem baj, azt mondja, öregem, te dolgozd fel az elnöki tanácsot. És akkor hát ez lett végül is a kandidátus értekezésem témaköre, de ezt én úgy fogtam fel, hogy az államfői funkció. És csodálatos indítást kaptam ehhez is, akkor már egyébként nyugalomba vonultatott Csekei Istvántól, aki nagyszerű tagolást, rendszerezését végezte el az államfői funkcióknak, külügyi funkciók, belügyi funkciók, a hadsereg irányításában betöltött funkciók, stb. A törvényalkotással összefüggő államfői tevékenység, és körülbelül ezt a tagolást követve végeztem el egy összehasonlító vizsgálatot, mint egy 20 országra kiterjedően, és természetesen dolgoztam fel a elnöki tanács helyzetét is, azzal a tendenciával, hogy hogyan csökkenthető a helyettesítő jogköre, és ennek érdekében kimunkáltam a törvényhozási tárgyakat mintegy 100 oldalon abban, egyébként 1959-ben ugye a közgazdasági és jogi könyvkiadók kiadásában megjelent monográfiában. Így lett a témaköröm tulajdonképpen az államfői funkció, a Népköztársaság elnöki tanácsa elnevezésű értekezésben és megjelent monográfiában. Rendkívül termékeny tudományos pályafutás, több mint 350 publikáció jelzi. Melyek voltak azok a nagyobb témakörök, amelyek mindvégig a tudományos érdeklődések középpontjában álltak? Most, hogy ez a bibliográfia elkészült és publikálásra is került, hát próbáltam értékelni most már ebből a szempontból is magam számára, és érzékeltem azt, hogy tényleg bizonyos csomópontok megállapíthatók az érdeklődésemben. Ezek körébe tartoznak a központi állami szerveknek a szerepe, egymáshoz való viszonya,
a társadalmi szervezetek, különösen az egyesületek helyzete, erre vonatkozóan hát szociológiai jellegű felméréseket is végeztem a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és több tanulmányban foglalkoztam a koordináció témakörével. Érdekelt az, hogy az állami erőfeszítések, a különböző állami szervek tevékenységei hogyan hangolhatók össze. És a koordináció, az állami koordináció eszközrendszere, és így bukkantam olyan témakörre, mint a közjogi szerződések és az állami ajánlások. Tehát tulajdonképpen azokat az aktusformákat kutattam, és írtam róluk magyarul is idegen nyelveken, amelyek valamelyest mellősz, amelyek olyan eszközök érdekeltek, amelyek nem egyoldalú parancsokban, akaratnyilvántásokban testesültek meg, hanem érdekek, nézetek, törekvések egyeztetésében. És ez számomra nagyon izgalmas kutatási téma volt. Megnéztem a francia közjogi szerződést, tulajdonképpen a francia közigazgatási szerződést, a kontra adminisztrációt, a német közjogi szerződéseket, a jugoszláv önigazgatási szerződéseket és a magyar tanácsi megállapodásokat, és szűrtem le következtetéseket a közjogi szerződéseknek a megkülönböztető jellemzőire a polgári jogi, vagy a munkajogi, vagy a nemzetközi szerződésekkel szemben. És hát megelégedésemre szolgál, hogy már egy szűk szférában intézményesült Magyarországon, talán két területen a közjogi szerződés, és remélem is, sőt mellőzhetetlennek tartom, hogy több területen nem csak, hogy bevezetésre kerüljön, hanem hogy jogi szabályozásra és intézményesítésre kerüljön. Tehát ezek voltak a korábbi kutatási témáim, és hát az utóbbi évtizedben pedig hát elméleti irányultságúvá vált az érdeklődésem, és úgy láttam, hogy az alkotmányosság és az alkotmányi értékek azok a újszerű jelenségek, amelyek tisztázásra szorulnak, és ezekhez kapcsolódóan természetesen az alkotmánybíráskodás funkciója, és hát ebben a tárgykörben nagyszámú munkám, monográfiám jelent meg, és hát ebből írtam az akadémiai doktori értekezésemet is, amelyet 1999 áprilisában védtem meg. A rendszerváltás döntő fordulatot hozott a magyar alkotmányos berendezkedésben, különösen az alkotmánybíróság megjelenése és működése minősíthető ennek. Az alkotmánybíróság tagjaként hogyan látja, hogyan értékeli ennek a testületnek a tevékenységét? Erre a testületre a rendszerváltozás alkotmányos megalapozásában és fejlesztésében rendkívül jelentős alkotószerep hárult egy részről, tehát az alkotmány elméleti alapoknak a kidolgozása és kötelező döntésekként való megállapítása. Másrészt pedig a történelmi átalakulás, tehát a rendszerváltozás sors kérdései érintő viták eldöntésében, alkotmányossági viták eldöntésében csúcsosodott ki ez az a rendkívül jelentős szerep, hiszen, mint ismert és tapasztaltuk, érzékeltük és érzékeljük napjainkban is, számos tárgykörben nem sikerült a vezető politikai erőknek egyetértésre jutniuk, és hát tehát a politikai erők alkotmánybíróság iránti bizalmát fejezi ki az a körülmény, tény, hogy ezek a politikai erők gyakran fordultak és fordulnak ehhez a testülethez, és kérik, igénylik az alkotmánybíróságnak a döntését, amely döntéseknek ugye az a sajátossága, hogy nem csak eldönti a vitákat, hanem meg kell indokolni. És hogyha szabad folytatnom, akkor megragadom az alkalmat, hogy azt emeljem ki ebből a munkásságból, hogy ez egy precedens rendszerű bíráskodás, ami azt jelenti, hogy az alkotmánybírósági döntések eddig ugye több mint 13 ezer ügyet bírált el, most már több mint 10 év alatt ez a testület. Az alkotmánybírósági döntések rendelkező részei között nem lett ellentmondás. Ez a konzisztencia követelménye, az ellentmondásmentesség követelménye. Az indokolásnak minden döntést hosszan és részletesen indokolni kell, 10-15-20, netán több oldalban. Az indokolásokkal szemben pedig a koherencia követelménye áll fenn. Ez azt jelenti, hogy
az egy évtized, a két évtized során az összes döntésben előforduló argumentumoknak egymásra kell épülniük és egymásból kell fakadniuk. Itt tehát nem csak ellentmondás mentesség követelménye áll fel, hanem az egymásra épültség, a koherencia követelménye. Most ugye fölmerül a kérdés, hogy teljesíthető ez az óriási követelmény. Egyrészt ez a kérdés merül fel, másrészt pedig, mert ebben tulajdonképpen egy precedens rendszer testesül meg, az, hogy az Alkotmánybíróság kötve van a korábbi döntéséhez, korábbi elvi jellegű döntéséhez. Fölmerül a logikusra merül fel a kérdés, hogy nem válik ezáltal megmerevedetté ennek a testületnek a működése, hiszen változnak a körülmények, és nem biztos, hogy előnyös az, hogyha 15 év eltelte után hasonló tárgykörben visszanyúl a mondjuk, hogy 8-10, stb. Évvel korábban hozott elvi döntéséhez. Azt mondhatom erre a kérdésre, hogy előfordulhat az, hogy a rendelkező részek nem konzisztensek, előfordulhat az, hogy az indokok, az argumentumok nem koherensek, és előfordulhat az, hogy szükségessé válik valamely precedens jellegű döntésnek a megváltoztatása. A konzisztencia és koherencia hibáira általában vagy a közvélemény, de rendszerint a jogtudomány művelői hívják fel a figyelmet. Úgy lehet megfogalmazni, meg is fogalmazták többen, magam is sok helyütt, hogy a mindenkire kötelező és hiteles alkotmánybírósági döntések informális fellebbviteli fóruma a tudományosan megalapozott kritika, amelyet a magára valamit adó alkotmánybíróságnak respektálnia kell, tiszteletben kell tartania, és hogyha a tudomány kritikája meggyőző, akkor ezeket az elkövetett fogyatékosságokat ennek a testületnek is ki kell küszöbölnie. Ezáltal tehát nem kizárt az, hogy akár hibásság folytán, tehát fogyatékosság folytán kerül sor korábbi döntések korrekciójára, vagy pedig azért, mert a körülmények változtak, és most már másként ítéli meg ez a testület az összefüggéseket, és saját belátása folytán, netán kritika hiányában is más következtetésre jut egy későbbi időpontba. Az eltérést ilyen esetben el lehet végezni, de ezt expressis verbis kell nyilvánítania, és meg kell indokolnia. Nyilvánvaló, az Alkotmánybíróság több döntése a közvéleményben eltérő megnyilatkozásokat, álláspontokat váltott ki. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Nem, csak azért kell, mert fölveszik a hangját az embernek. Nem egészen ezzel kapcsolatban, hanem ez az utolsó fejtegetése a kolléga úrnak, hogy tudnélik a tudomány, mint egy az a fórum, amely az alkotmánybírósági döntések, nem emlékszem pontosan a kifejezet. Ez az. Informális felepíteli fóruma. Na most, amennyire még jogi tudásom törmelékei megengedik, szeretnénk föltenni ebből egy kérdést. Úgy rémlik nekem, hogy annak idején valahol jogtörténetben, vagy valahol azt tanultuk, hogy régen a jogforrások között, vagy vannak bizonyos jogrendszerek, ahol a tudományt is a jogforrásnak tekintik. Most ha ez a helyzet, hogy ilyen informális a tudomány felnevezési fórum, lehet-e azt mondani, hogy az újabb, az Alkotmánybíróság tevékenysége eredményeképpen a tudománynak a szerepe felértékelődött a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából is? Ez volt az egyik kérdés. A másik, még visszamennék a életkorra, hogy az, hogy János Almáról elkerült Nyíregyházára, az, szóval az hogy történt, hogy hogyan választották ki oda, vagy miért? Köszönöm a kérdéseket, mint hogy állva hangzott el a kérdés. Tudom, de megragadom az alkalmat, mert számomra a legnehezebb feladat ülve szerepelni. Mert előadás közben mindig mozgok, és most ez egy jó apropó, hogy viszonzásként fölállhassak. Kérem szépen, hogyha önök is ebbe beleegyeznek.
Kérem szépen, tehát az első, hogy az úgynevezett tudományos dogmatika, tudományos doktrina szerepe netán, mint jogforrás felértékelődik-e korszakunkban, és, vagy felértékelődötte. A úgynevezett közjogfejlődés, államfejlődés, posztmodern jellemzői körében szokták megemlíteni azt, mint egy 15-20 ilyen jellemzőt sorakoztatnak már fel a kutatók, hogy az egyik jellemző abban nyilvánul meg, hogy a hagyományos négy jogréteget ma még mint egy 6 új jogréteg egészíti ki. Hát az idő sem teszi lehetővé, hogy ezeket ugye részletesen megmutassam, megpróbálom irgalmatlan gyorsasággal felidézni ezeket a hagyományos négy jogréteget, ugye az írott jog, a bíróalkotta jog, a szokásjog és a tudományos dogmatika. Tehát hagyományosan is évszázadok óta, és különösen a német Laband és a magyar nagyermű elméleti munkásságának eredményeként a jogtudományt, hogyha az megfelelően hatékonyan funkcionált, jogot befolyásoló és valamelyes jogteremtő szerepűnek fogta fel a maga jogtudomány, azáltal, hogy feltárta a logikai összefüggéseket a jogban, és követelményeket is támasztott a jogi kategóriákkal, a jogi megoldásokkal szemben, amelyek hát annyira meggyőzőek voltak, mert kristálytiszta logikán nyugodtak, hogy a jogalkotó vagy a jogalkalmazó is ezeket többnyire respektálta. Illetőleg, ha respektálta, akkor egyértelműen bizonyított volt a jogtudománynak ez a jogalkotó, jogot teremtő, jogot befolyásoló szerepe. Tehát helyesen utalt rá nagy professzor úr, hogy ilyen szerepet már régóta tulajdonítanak a jogtudománynak. Szerintem ez a szerep nem hogy csökkent volna, hanem inkább növekedett korszakunkban, éppen azért, mert bonyolultabbá vált a jogélet. Hiszen most utalok arra, hogy ehhez a hagyományos négy jogréteghez milyen új körülbelül 6 kapcsolódott. Hát ugye a nemzetközi egyezmények azok, amelyek belső törvénybe vagy jogszabályba iktatás nélkül a szerződés szövegéből következően közvetlenül kötik az államokat, és jogosítják az államok területén élő polgárokat. Ez egy abszolút új jelensége a jogfejlődésnek a II. Világháború után. Addig államközi jogról beszéltek, és elképzelhetetlennek tartották azt, hogy a nemzetközi jog közvetlenül jogosít polgárokat, vagy jogi személyeket, vállalatokat, intézményeket. Ez gyökeresen megváltozott, és az államoknak pedig ugye létrejött ez a kötelezettsége, amelyeket nem, azt a nemzetközi ítélkező fórumok vagy más fórumok pedig ellenőriznek és késztetik az államokat arra, hogy respektálják mondjuk az alapjogokat vagy bizonyos alapelveket. Második ilyen új jogréteg a szupranacionális szerveknek ugye a jogalkotási termékei, a harmadik a Strasbourgi Bíróság kötelező jogértelmezései, negyedik a Luxemburgi Európa Bíróság kötelező jogértelmezései, negyediknél tartottam, ugye ötödik a Nemzeti Alkotmánybíróságok kötelező jogértelmezései, és szerencsére kijött a 6, a hatodik pedig mondjuk, hogy a közjogi szerződések is, és mégse sikerült 6-ra, mert 7 lesz belőle, a hetedik pedig, és nagyon lényeges, azért a presztízs érdekek miatt nem hallgatom el a hetedik új jogréteget, a para vagy kvázi szervek, amelyek részben államiak, részben társadalmiak, tehát a mai köztestületek, amelyek nem maiak, hiszen az első köztestület Magyarországon 1848, tehát a polgári forradalom győzelme után már létrejött, most volt valami nagy évfordulója ennek. Nagyon jelentős. Tehát a köztestületek, amelyek részben társadalmi, részben állami alakzatok, azok alkotnak már ugye maguk számára és a szolgáltatásaikat igénybe vevőket is jogosító kötelező normákat. Tehát ez is egy szaporodó új jogréteg. Most ezek mindegyik most felsorolt új jogréteggel kapcsolatban rengeteg elméleti, elvi és gyakorlati probléma merül fel, amelyet nagyon sok tényező hivatott megoldani, de a jogtudomány analizáló, elemző, rendszerező
kritikai közreműködése nélkül nyilván nem teheti egyik közreműködő tényező sem. Köszönöm szépen. És akkor Nyíregyházára hogy keveredtem? Vonaton mentem el. Szelekciós mechanizmus érdekel, hogy kiválasztottak, hogy hogy került oda, tehát Jánossal már, hogy Nyíregyházára. Igen, tehát ott élt ez a nagybácsi. Ja, vagy igen, tehát az ott már bácsi, és ennek következtében kézenfekvő volt, hogy én a Ferences Kolostorban lakom, és onnan járok a gimnáziumba. Ott négyen laktunk akkor, és bizonyos közreműködési kötelezettségek hárultak ránk. Ezeket most nem részletezem, ezért ellátást kaptunk, és hát mély és hosszantartó benyomást tett rám a Ferences atyáknak ez az abszolút önzetlen, önellátó, és mindig vidám, és hát Jámbor élete. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem tudom, hogy az érdeklődőknek van-e kérdése. Amennyiben nincs, talán folytassuk az Alkotmánybíróság működésével. Hogy értékeled, professzor úr, ezt az elmúlt több mint 10 évet? Az a baj, hogy televíziós felvétel van, mert erre a kérdésre azt válaszolnám, de remélem kiválják, hogy hát múlik az idő. Úgy értékelem, de komolyra fordítva a szót, ezt a elmúlt 10 évet nyilván, hogy nagyon sokan értékelik jelenleg, és értékelik majd a későbbi generációk, a történelemtudomány művelői, és hát csak sok oldalú és sok forrású értékelést tudja majd kialakítani természetesen a viszonylag tárgyilagos értékelést. Én kihasználva a kérdés adta lehetőséget, arra szeretnék utalni, hogy ugye nagyon sok nyugati kutató úgy teszi fel a kérdést mondjuk Magyarországra oda menő érkező kutatónak, többek között, ugye nekem is voltak élményeim, tehát számomra, hogy szíveskedjék véleményt nyilvánítani a tranzíció, a magyarországi átmenet problémáiról, jellemzőiről. És akkor Franciaországban, Clermont-Ferrandban tartottam az ősszel doktorandusoknak 12 órában előadást és konzultációt, és akkor hosszasan kifejteni azt, hogy kérném Magyarországon és más új demokráciában is nem csak tranzíciós átmeneti jelenségek vannak. A Magyarországon tapasztalható jelenségek egyik csoportja származik a tranzíciós feladatokból. Ezek nagyon jelentősek, szerencsére ezeknek jelentős részét már a magyar állam, a magyar társadalom teljesítette. És mik az egyéb jelenségek? Mert utaltam rá, hogy 4 csoportot különböztethetünk meg szerintem a most tapasztalható jelenségcsoportok körébe. És szerintem a második csoportba sorolhatjuk, és most Magyarországról szólok csak, a magyar hagyományok, a magyar haladó, hasznosítható történelmi hagyományok feltárását, adaptálását és hasznosítását. Ez rendkívül fontos. Éppen a nemzeti identitástudat, öntudat, azonosságtudat és kapcsolódás, testi, lelki, szellemi, erkölcsi, stb. Kapcsolódás és szolgálatkészség fejlesztése miatt. A harmadik jelenség csoport szerintem a már emlegetett Magyarországot is kötő nemzetközi jogi, illetve szupranacionális normákból és előírásokból fakadnak. És ezek körében ugye alapvetőek a háború szörnyűségei és a önkényuralmi rendszerekre adott reflexióként kivunkált alapjogokat tartalmazó nemzetközi okmányok, mintegy 150 ilyen született a II. Világháború után, nagyon általánosak, átfogóak is, és a különböző ágazatiak, amelyek természetesen meghatározzák, meghatározó szerepet töltenek be ezek
nemzeteknek, az országoknak a jogrendszerének fejlődésére. Azt mondhatjuk, hogy ezek egyrészt meghatározzák az új alkotmányok kereteit, másrészt közvetlenül is hatnak a jogrendszerre, a különböző jogágazatokra, és ezáltal tulajdonképpen ezekben az országokban is a jogrendszer kettős meghatározottság alatt áll, egy nemzetközi jogi és egyben szupranacionális meghatározottság, és egy olyan alkotmányi meghatározottság alatt, amely alkotmánynak a tartalmát szintén nagy részben nemzetközi normák határozzák ma már meg. Ennek a nagy érték komplexumnak, amiről talán majd később szó esik még, tényleg a részletszabályozása és gyakorlatba való átvitele, tehát érvényesítése, megvalósítása a mostani erőfeszítések harmadik nagy terénumát és csoportját alkotja és testesíti meg. És a negyedik csoport szerintem szintén nagyon izgalmas, amire ők nem is gondolnak, gyakran, tisztelet nyilván mindig a kivételnek, nevezetesen az, hogy a jelenleg, tehát Magyarországon élő generációk számára a problémák többségét azok a jelenségek, azok az anomáliák alkotják, amelyek a globális átalakulás és folyamat megnyilvánulásai itt is, ott is és amott is a világ legkülönbözőbb pontján, nevezetesen a bűnözés terjedése, a szenvedélybetegségek terjedése, a természeti katasztrófák, a közlekedési katasztrófák, a szörnyűséges műszaki katasztrófák, amelyek az emberiséget egyre nagyobb mértékben fenyegetik, és amelyekkel szembeni feladat újszerű teendőket hárít az államokra, egy állandó monitoring feladatot, egy állandó figyelő szolgálat, legkülönbözőbb tárgykörökben víz, földrengés, stb. Legkülönbözőbb tárgykörökben természeti katasztrófák esetén is, műszaki katasztrófák relációjában is, atomerőművek, más ugye, műszaki létesítmények működésével összefüggésben, és amely új veszélyek, környezetszennyezés, gyógyíthatatlan betegségek, másfajta epidémiák, pandémiává változása, tehát az egész világra kiterjedése. Kategórikus imperatívusként, tehát ághathatatlan parancsként szabják meg azt, hogy a társadalomnak és az államnak ezek megelőzésében, és ha bekövetkeznek, a károk helyrehozásában közre kell működni. Sem az állam nem képes egyedül ezeket a újszerű nagy feladatokat ellátni, sem a társadalom maga. Nagyon szervezett együttműködés következtében, ezért tehát ezt a negyedik jelenségcsoportot, a legkülönbözőbb a világ minden részén előforduló újszerű veszélyeket, hátrányokat, nehézségeket közös veszélyként, jelenségként kell kezelni, és nem lehet azt mondani, hogy ott vannak, vagy itt vannak, vagy csak itt vannak, vagy csak ott vannak. Ezek korszakunknak az egész világra kiterjedő közös új problémái, amelyek immár nem csak egy-egy országon belül kívánják meg a társadalom és az állam összefogását, hanem mellőzhetetlenné teszik a világ államainak és a világ népeinek az összefogását is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tessék parancsolni, van-e kérdésük? Ha nincs, megkérdezném professzor urat, hogy melyek azok az úgynevezett alkotmányos értékek, és mi a jelentőségük egy állam vagy egy alkotmányos berendezkedésben, milyen szerepet, funkciókat töltenek be, és hogyan határozzák meg a hétköznapokat? Kéném, hát amire számítottam, bekövetkezett, ugye, mert minthogy ezzel a témával foglalkozom hosszabb idő óta, hát nagyon köszönöm ezt a kérdést is. De ha megengedi tanszékvezetőm, akkor rögtön nem erre a kérdésre válaszolnék, és hogyha a tisztelt vendégek egyetértenek vele, rövid kitérést tennék arra, hogy egyáltalán mi minősül értéknek, mert nagyon sokat beszélünk napjainkban értékről, ahhoz, hogy az alkotmányi értékek miben létét valamennyire hát körvonalazhassam, vagy közelebb hozhassam magunk számára, ahhoz szerintem először
választ kellene keresnünk arra, hogy mi minősül az ember számára, mert természetesen valószínű, hogy a kis cica, vagy a kutyus, vagy a bármelyik élőlény számára más minősül értéknek, mint az ember számára, akkor is, hogyha számukra az nem tudatosan kezelt érték, de viszont kedvelt valami, és reflexzerűen nyúlnak ugye a jobb eledel után, és vellőzik a rosszabbat. Tehát, hogy mi is minősül értéknek. Természetes, hogy a választ nem kell a mostani kérdezetnek felfedeznie, mert szerencsére az axiológia, az érték elmélet, az értéktan, mint egy 200 éves tudomány, amelyik választ ad arra, hogy mi az érték, mi a hatása, és melyek az érték kategóriák. Oly mértékben, hogy közben kialakultak az ágazati értéktanok is. Tehát van külön tudomány, amely a vallási értékekkel foglalkozik, amelyik az erkölcsi értékekkel, amely a művészeti értékekkel, amely a közgazdasági értékekkel, amely a természeti értékekkel, és amely a jogi értékekkel. Tehát tulajdonképpen, ahol az én kutatásaim folytak és folynak, az elsősorban a jogi értékekre vonatkozik, és a jogi értékek közül a kontinentális alkotmányos jogállamokban, napjainkban rendszerint előforduló úgynevezett alkotmányi értékekre, tehát az alkotmányban megfogalmazott, ott szereplő, vagy a kutatók szerint alaptörvényben, alkotmányban illő értékek kutatását törekszem végezni. Az axiológia válaszainak a hasznosításával azt mondhatjuk szerintem is, hogy az értéknek az minősül, amit az értékelő annak tart. Hát ez a legszimplább definíció, ami csak nyilván, hogy kiindulási bázis lehet, mert hát egyetlen definíció sem igaz, de különösen az ilyen szűk definíció majdnem, hogy semmit mondó. Azonban alkalmas arra, hogy kiinduljunk, és nézzük meg azt, hogy az ember miért tart értéknek valamilyen jelenséget. Rögtön megjegyezhetem, hogy bármi lehet érték. Tehát az érték tulajdonképpen az értékelés produktuma, és bármi lehet értékelés tárgya. Tehát a természeti jelenségek, a saját tulajdonságaim, az embertársaim tulajdonságai, a tudomány produkciói, a kultúra produkciói, a művészetek alkotásai, és így tovább. Tehát szinte felsorolhatatlan a értékeknek a felsorolhatatlanok a csoportjai. De nagyon lényeges, hogy egy puszta értékítélet, tehát amelyik reflexzerű, amely nem megfontolt, hanem csak tényleg reflexzerűen alakul ki, tehát hogyha behoznak ide mondjuk egy tárcán háromfajta italt, és reflexzerűen egyikünk az egyik fajtájé nyúl a másik, az ugye bár még nem értékorientáció, az még nem egy rögzült valamiféle érték irányultság, hanem egy eseti értékítélet. Érték irányultsággá az értékítélet akkor válik, mondja az axiológia, hogyha az értékelő alanyban internálódik. Azaz, ha áthatja gondolkodását, szellemét, lelkületét, felelősségét, és ennek következtében bármilyen értékirányultság, tehát egy internálódott értékirányultság, az mindig normatív. Az mindig készteti az embert arra, hogy a saját értékirányultságának megfelelően viselkedjék, járjon el azonos szituációkban. Ezért tehát egy nagyon fontos tétel az axiológiának, hogy az internálódott értékirányultság önmagában véve már késztető hatású normatív erejű. Ebből következik egy újabb következtetés, hogy a normák esetében pedig, tehát vallási normák, erkölcsi normák, jogi normák esetében pedig minden norma értékforrású. Vagy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan. És természetes, hogy azok az értékek, amelyek
a II. Világháború után ezekben a modern alkotmányokba bekerültek, mert hát ezekről beszélünk csak is, nem nyilván egy fasiszta alkotmány értékorientáltságáról, vagy másfajta önkényuralmi rendszer értékorientáltságáról. Azok pedig, tehát ezek az alkotmányi értékek pedig különösen sokoldalú elemzés és analízis és értékelés következtében alakultak ki és nyertek rögzítést. Ezeknek a fő csoportjai, mert a kérdés erre irányult, bizonyos alkotmányi alapelvek, a híres emberi és állampolgári alapjogok, bizonyos alapkötelességek, tilalmak, állami célok, állami kötelességek, és minthogy egyetlen felsorolás sem lehet teljes, hogyha nem egy olyan kategóriával zárja a felsoroló, hogy és az egyéb, eddig fel nem sorolt egyéb értékek, akkor a felsorolás sosem teljes. És tehát az egyébbe természetesen sok minden belefér, és például a magyar alkotmány rendelkezik a családról, az ifjúságról, a piac, gazdaságról, stb. Tehát ezek az úgynevezett, vagy a különböző állami szervek, ezek az egyéb alkotmányi értékek csoportjába tartoznak. Mi a jelentősége az alkotmányi értékeknek, az ilyen modern, tehát alkotmányos jogállami alkotmányi értékeknek? Az óriási jelentősége az, hogy ezek hatalmas mozgás lehetőséget biztosítanak a társadalom számára és a közhatalmi tényezők számára is, de egyben keretet is szabnak. Tehát gondoljunk a szabadságjogra, amelyek szólásszabadság, véleménynyilvánítási szabadság, vallásszabadság, vállalkozási szabadság, stb. De hát tulajdonképpen ezek az alkotmányi értékek az alapjogi bázisai apróraitásnak, annak az óriási sokféleségnek, amelyek napjaink társadalmait, állami életét, stb. Jellemzik. Tehát alkotmányi értékek nélkül nincs pluralitás. Az a kérdés, ezért tehát ezek az alkotmányi értékek olyan kategóriák, amelyek a pluralitás körébe eső legkülönbözőbb változatok számára nemhogy elfogadhatók, hanem kifejezetten előnyösek, mert ezek biztosítják a pluralitást. Fölmerül a kérdés, ezért mondhatjuk azt, hálás köszönet, hogy az alkotmányi értékek közös kincsként, közös nevezőként szerepelnek a pluralis értékrendszerbe. Olyanok az alkotmányi értékek, amelyek minden a pluralitás legkülönbözőbb színváltozatai számára elfogadhatók, sőt, mellőzhetetlenek, mert ezek biztosítják a pluralitást. Felmerül a kérdés, hogyha ilyen óriási jelentőségű az a pluralitás. Van-e ennek a pluralitásnak, vannak-e korlátai, mégpedig alkotmányi korlátai? A válasz az, hogy igen. Az önök kérdése az, hogy ha igen, akkor konkrétan mi a pluralitás kérdése? A pluralitás korlátja, általános korlátja. Úgy vélem, hogy azt mondhatjuk, hogy az ilyen pluralitás, mert az alkotmányos jogállamban érvényesülő pluralitásról beszélünk természetesen, az ilyen pluralitás számára általános korlátként szerepel az, hogy ez a pluralitás nem teszi lehetővé egy olyan új nézetnek a felszínre kerülését, amely azt mondja, hogy végre feltalálta a sokszínűség közepette az egyedül helyeset, ennek következtében indokoltnak tartja, hogy szervezett erővel megszüntesse a pluralitást. Tehát ez a pluralitás már a pluralitás megszüntetését természetesen nem teszi lehetővé. Ez nagyon lényeges, mert elméletileg ez ugye fontos kérdés és válasz, és gyakorlatban is felmerülhet. Kérem szépen, nyilvánvaló, hogy visszaélés lenne, hogyha én most az alkotmányi alapelveket taglalnám, mint értékeket, vagy pedig az alapjogokat, vagy pedig az alapkötelességeket, vagy más felsorolt kategóriákat. Hogyha bírják még türelemmel is szóljanak bármelyik pillanatban, abban a pillanatban befejezem természetesen, akkor arra utalnék, amire legkevésbé gondolunk az alkotmányi értékek körében, arra csoportra, nevezetesen az alkotmányi tilalmakra. Mert nagyon sokat beszélünk az alapelvekről, hatalom megosztási elvről, a hatalmi ágok elválasztásáról, bírói függetlenségről, stb. Rengeteget beszélünk szerencsére az alapjogokról és a többi felsorolt kategóriáról is. A tilalmakról kevésbé beszélünk.
pedig a nemzetközi okmányokban is, és ezekben a modern alkotmányokban is jelentős tilalmak nyertek megfogalmazást, szintén az emberiség legjobbjainak a felismerése eredményeként, és ezek közül idézek fel, hogyha megengedik néhányat. A legjelentősebb tilalom, amelyet kimunkált az emberiség a II. Világháború után, de a világháború tapasztalatai alapján és az önkényuralmi rendszerek visszaéléseinek a figyelembevételével, és sok minden, és a történelmi tapasztalatok figyelembevételével. A legjelentősebb tilalom, amit nemzetközi okmányok abszolút tilalomként jelölnek meg, ez a faji, vallási, etnikai, politikai, nyelvi, nemi különbségekre épülő hátrányos megkülönböztetés, tehát diszkrimináció tilalma, az ilyen hátrányos megkülönböztetésből fakadó gyűlölködés tilalma, az ilyen gyűlölködésből fakadó agresszió vagy erőszak tilalma, mert a történelem tanúsága szerint az emberiség szenvedéseinek a túlnyomó többsége ennek a korábban egyértelműen meg sem fogalmazott tilalomnak a figyelmen kívül hagyásából vagy megsértéséből fakadt, és fakad napjainkban is. Most is vannak vallásháborúk, most is vannak szörnyű agressziók, most is van népirtás, amely mindegyik ilyenfajta elfogultságra, gyűlöletre és diszkriminációra vezethető vissza. Ezért tehát megragadom az alkalmat, hogy szíves figyelmüket felhívjam erre az óriási jelentőségű tilalomra, a diszkrimináció nemzetközi jogi és alaptörvényi alkotmányi tilalom. Már a tessék parancsolni. Tudós kollégám fejtegetése, én meg leülök most, jó? Mert fejtegetései, hát... hogy is mondjam, felcsigázták bennem, azt bennem szunnyadó jogát, szeretnék néhány, a most fejtegetettekkel kapcsolatban néhány problémát felvetni. Kezdjük a végén a diszkrimináció tilalommal. Szeretném megkérdezni azt, hogy a diszkrimináció tilalom mellett elfogadottá vált a pozitív diszkrimináció alkalmazása. Mondok egy példát azoknak, akik nem jogászok, vagy nem szociológiával foglalkoznak, hogy lássuk, hogy itt, szóval érdekelne a jogi szempontból, hogyan ítéljük meg ezt. A példám az a francia közszolgálati jogból való. Már nem tudom, melyik tankönyvben olvasom a következőket, hogy természetesen a közszolgálati, tehát közszolgálatban lépés előfeltételeként nem lehet alkalmazni semmiféle különbséget faji, vallási, stb. Szempontból azzal szemben, aki, nem tudom, jelölt. Na most ugyanakkor azt mondja a szerző, hogy bizonyos esetekben jelentőssé válhat a valakinek a vallási vagy faji hovatartozása abban az értelemben, hogy mondjuk Franciaország tengeren túli prefektusaként, vagy megyének prefektusaként, mondjuk célszerű mondjuk egy olyas valakit kinevezni, aki annak a területnek a vallását, iszlám, vagy nem tudom én, valami törzsi vallás követ, vagy hogy fekete és nem fehér, és így tovább. Tehát ez a diszkrimináció abszolút tilalma, valamint az ilyen pozitív diszkrimináció, amikor valakit előnyben részesítünk. Ez hogyan egyeztethető össze a jogegyenlőség általános elvére? Ez az egyik ilyen kérdés. Köszönöm szépen a kérdést. Nyilvánvaló, hogy a kérdésről is és a válaszról is hosszan lehetne vitatkozni, és előre vetíthető, hogy a válaszom nem lesz teljes, és ennek folytán kielégítő. Véleményem azonban az, hogy tehát az alkotmánybíróságok, nem csak a magyar, hanem a Német Szövetség Alkotmánybíróság és más alkotmányossági fórumok kimunkálták valamennyire már a dogmatikai feltételeit és kereteit a pozitív diszkrimináció alkalmazhatóságának. És a következőkben jelölték meg.
Tehát a pozitív diszkrimináció ott és annak az alkalmazását általánosságban az alkotmányok, és szerencsére a magyar alkotmány is kifejezetten megalapozza. A 70-ben a szakasz második bekezdésében és harmadik bekezdésében kinyilvánítja, hogy a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőtlenségének megszüntetése, fokozatos eliminálása az állam kiemelkedő, fontos, teljesítendő feladata. Tehát állami, ugye beszéltem az alkotmányi értékek között, az államcélokról, állami kötelességekről, ez egy megfogalmazott állami kötelesség. Az esélyegyenlőtlenség fokozatos felszámolása. Most az esélyegyenlőtlenség fokozatos felszámolásának egyik eszköze, mégpedig nagyon fontos eszköze, a pozitív diszkrimináció. Emellett az alkotmánybíróságok, köztük a Magyar Alkotmánybíróság is meghatározta a feltételeit. Körülbelül a következőkben. A esélyegyenlőtlenség felszámolása, illetőleg egy nagyobb és racionálisabb egyenlőség előmozdítása érdekében, ez egy általános követelmény és feltétel, és valamely konkrét alkotmányos cél, vagy valamely más alkotmányos érték szolgálatában megengedhető a pozitív diszkrimináció, azaz a hátrányos helyzetben lévőknek az előnyben részesítése másokkal szemben, de akként, hogy ez az előnyben részesítés egyben ne valósítson meg a másokkal szemben tiltott negatív diszkriminációt. Tudnélik, akik támadják a pozitív diszkriminációt, rendszerint olyan érintettek, akik azt mondják, hogy ennek következtében, minthogy mi nem részesültünk előnyben, ennek szerintünk ez velünk szemben egy negatív diszkrimináció. De ez nem fogadható el, mert az ő jogaikat nem sérti ez a pozitív diszkrimináció. Ha sérti a pozitív diszkrimináció az ő már megszerzett jogukat, akkor az alkotmány ellenes. Hát ez tényleg messze menő vitákat lehetne felidézni. Azt egyet csak hadd mondjak mégis utána, még két kérdést szeretnék föltenni, elnézést kérek, de az én számomra roppant érdekes ez a beszélgetés. Az egyik, hogy a bizonyos konzervatív érvelés, mondjuk, szóval én azt gondolom, hogy ezt én értem, hogy tehát a nem kedvezményezettek, nem pozitíve privilegizáltaknak alapjogait nem sértheti az ilyen aktus, de azért szögezzük le azt, vagy én azt gondolom, hogy szóval az, hogy mondjuk az egyenlő hozzáférhetőség a közszolgálati vagy köztisztviselői pozíciókhoz, ha én a feketéket előnyben részesítem, az a fehérekkel szemben olyan mindenképpen hátrányos. Itt a társadalmi igazságossági meggyőződés kell, hogy mögött álljon szerintem morálisan, hogy akik tényleg társadalmi, hogy fogadja el a társadalom azt morális meggyőződésként, hogy tényleg ez, hogy mondjam, a feketéknek az előnyben részesítése, ez társadalmi igazságos, és itt tényleg rám a kérdésemre nem akarok, még egy szeretném idézni Roger Scruton angol, ugye konzervatív filozófust, aki például azt mondja, hogy az, hogy a szabadság korlátozását jelentette az például Amerikában, amikor kötelezték a szülőket a 60-as években, hogy ugye ilyen az iskola buszokat bevezették, és a fehér gyerekeket el kellett vinni a feketék közé, és a fekete gyerekeket pedig a fehérek közé, mert ez sérti azt a jogát az embernek, hogy a gyerekét abba az iskolába járassa, amelyikbe akarja. Szóval itt a szabadság korlátozásának a probléma, azt gondolom, hogy komoly jogi és filozófiai probléma is, csak ezt szerettem volna. Igen, köszönöm szépen, valóban komoly probléma, különböző megoldásokat keresnek, találnak és alkalmaznak az államok. Az egyes láthatjuk, érzékelhetjük, hogy az Egyesült Államokban tudatos törekvés az arányos előnyben részesítés, tehát hogy a hadseregben a feketék számbeli arányának megfelelően legyenek fekete bőrű tisztek, tisztesek, altisztek és így tovább. A rendőrség körében, a színészek körében és a tisztviselők körében, az orvosok körében és a társadalmi élet legkülönböző szféráiban. Tehát hogyha ez olyan mérvű, hogy a fehérek
arányával szemben a fehéreknek tényleg a háttérbeszorítását jelenteni, akkor ez megalapozottan lehetne alkotmányos kifogás tárgya egy adott országban. A közösség morális meggyőződését említettem az előbb, és erre vonatkozna a következő kérdésem. Egy régi nagy magyar jogtudós, úgy hívták, hogy Csomó Boldog, a század elején ír egy tanulmányt, aminek az a címe, hogy a jog értékmérői. És itt azt a kérdést veti föl, hogy ugye a Stammlertől ered ez, ha jól emlékszem, hogy mi a helyes jognak a mércéje? Tehát a pozitív joggal szemben lehet-e támasztani olyan igényt, hogy ez a jogszabály helyes, vagy pedig helytelen? Ő itt azt a választ adta, hogy egy mindenkori pozitív morál a mércéje a helyes jognak. Szeretném megkérdezni a véleményét a professzornak. Köszönöm szépen a kérdést. Magam is tanulmányoztam Somló Boldognak ezt a művét, sőt a alkotmányi értékekről szóló monográfiámban hivatkozom is rá, és ő is, Mór Gyula is, talán Stammler kevésbé, mert Stammler nem, inkább a szociális ideált jelölte meg kritériumként, a helyes jog kritériumaként, és nem a erkölcsöt. Somló és Mór azonban igen, és elvégezték már kutatók két koncepció értékelését és egyben bírálatát is. Megjegyzem, hogy Mór Gyula maga is, amikor azt fogalmazza meg a könyvében, 1938-ban megjelent könyvében, a Jogfilozófia című könyvében, hogy Európában a zsidó keresztény erkölcsi, általános erkölcsi rend lehet a jog helyességének általános mércéje. Igaz, mondja a következő mondatokban, hogy ez az európai erkölcsi rend az idők múlásával változik, és nehezen állapítható meg ennek a konkrét tartalma, és semmilyen erkölcsön kívüli tényező, tehát tudomány, művészet, stb. Az erkölcsi érték miben létének megítélésére nem vállalkozhat, az erkölcsi érték megítélésére csak erkölcs vállalkozhat. De az azonos világnézetű erkölcs, tehát a zsidó keresztény európai erkölcsi rend megítélésére vállalkozhat ez a zsidó keresztény erkölcsi rend, és szerencsére vállalkozik is, és folytonosan tökéletesíti, korrigálja, és így tovább, de már az iszlám nem vállalkozhat, vagy a buddhista vállalkozik, csak az a vállalkozás az már nem azonos mércét alkalmaz. Ezért tehát nem nevezhető elfogadható értékelésnek. Visszatérve, tehát azt mondhatjuk, hogy nem, tehát eddig jutott el a század elejé és a két világháború közötti legfejlettebb jogfilozófia, megítélésem szerint is, hogy általános mértékként, etalonként, kritériumként az európai általánosan elfogadott, mélyen meggyökeresedett zsidó keresztény erkölcsi rendet jelölte meg mérceként, kritériumként. Ezen lépett túl a II. Világháború utáni fejlődés, és kimunkálta ezeket a konkrét alkotmányi értékeket, az alapjogokat, az alapelveket, a tilalmakat, stb. A nehezen megfogható és alaptörvényben nem rögzített erkölcsi értékekkel szemben. Ezeket alaptörvényi rangra, kötelezően akceptálandó és respektálandó rangra emelte, differenciáltan jelöli meg ezeket az értékeket. Tehát a II. Világháború után bekövetkezett fejlődés nagyon lényeges előrehaladás a jog értékmérőinek felsorakoztatásában a korábbi század elejé és két világháború közötti megoldással nem tehettek mást akkor még ezek a nagy gondolkodók, mert nem voltak meg ezek az alkotmányi értékek. Ilyen tartalmú értékek lehettek, de nem voltak alkotmányos erővel rögzítettek. Ez az óriási különbség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
És egy utolsó kérdésem volna még a morális alkotmány problémával kapcsolatban. Komolyan mondom, hogy ha még több pénzem volna, több pohár sört fizetnék ezért a kérdésre. Mert azon gondolkodtam, és fohászkodtam magam, hogy csak valaki ezt föltenni ezt a kérdést. Azt hittem, hogy föl ne tegye. Jó, ez jó. Hagy vezessem elő a jó, és akkor hogy honnan a... Mert nagyon közel áll a gondolatvilágomhoz ennek a problémának a kutatása, nem azt mondom, hogy megoldása, de kutatása is, és vannak elképzelések. Ezt onnan indulnék ki, hogy ezt ugye, hogy tulajdonképpen a nagyon sok hagyományos erkölcsi érték, amely a, hogy mondjam, kialakult az elmúlt 200 évben és a második világháború után tulajdonképpen pozitíválódott, hogy nem tudom, mondjuk az emberi jogok egyetemes nyilatkozata és így tovább. Tehát mondhatnánk azt, hogy bizonyos alapértékek pozitív jogi normává váltak, ugye? Na most, ezzel szemben a következőt szeretném felvetni, és engem erre a, hogy mondjam, a nyilván a általad is nagyra becsült nagy angol alkotmányjogásznak, Dicey-nak az alkotmánytana ejtett gondolkodóval. Ez pedig a következő, vagy összönye. Az angol alkotmány két részből áll. Vannak ugye ezek a alkotmányhoz sorolt alaptörvények, a habeas corpustól kezdve nem tudom én meddig, és azon kívül vannak alkotmányos konvenciók, vagy alkotmányos erkölcsök. És erre azt mondja, ilyeneket mond például, hogy semmilyen jogszabály nem írja azt elő Angliában, vagy se szokások, se precedens jog sem, hogy mondjuk a győztes pártnak a vezetőjét kell kinevezni miniszterelnöknek, és még mond néhány példát, és mégis mindig ez történik. Tehát, hogy például az angol parlamentben 50+1 szavazattal meg lehetne szüntetni, hogy az anglikán egyház államegyház, be lehetne vezetni, nem tudom, a skót episzkopális egyházat, azt hiszem, mint államegyházat. És ez mégsem történik meg sohasem. És ezeket nevezi őt alkotmányos erkölcsöknek. Na most, a levezeti, hogy ha megsértjük az alkotmányos erkölcsöket, előbb-utóbb ténylegesen az alkotmányt is meg kell sérteni. Szóval ezt nagyon szépen levezeti, már nem tudom, az indemnitása vagy mivel kapcsolatban. De engem az érdekelne itt, azt szeretném felvetni, hogy működhet-e egy alkotmány megfelelő, ha nincsenek alkotmányos erkölcsök. Most mondok erre egy konkrét példát, mondjuk ilyen. Azt mondjuk, hogy egy jogállamban mindent meg lehet tenni, amit a jogszabály nem tilt. Na most szerintem ez csak akkor működik, ha van egy erkölcsi, tehát egy közerkölcs mögöttem. Mert most mondok egy következő példát. Tegyük fel, hogy támad itten az egyetemen egy hülye rektor. És az rektor elrendeli, hogy abszolút feltételezi. Tegyük fel a rektor, azért mondok ilyen példát, mert szerintem aki nem jogász, az is azonnal érteni fogja, hogy miről válsz. Tegyük fel, hogy a rektor egy reggel arra ébred, hogy mondjam, az esztétikai szükséglete nincs kielégítve, és rendeletet hoz, most tekintsünk el, hogy a miniszternek törvényességi felügyeleti jogkörében megsemmisített minden ilyen intézmény, de ne tekintsünk el olyan rendet, kérem szépen, holnaptól kezdve az egyetemre, az egyetemi oktatók a kapuban csak 4 kéz lábra ereszkedve jöhetnek be. Na most megkérdezném, hogy milyen jogszabályba ütközik egy ilyen rendelet? Mit írtja ezt? És még számtalan ilyen, és gondoljunk arra, hogy amikor ilyen parlamenti vizsgálóbizottságú kétes eseteket kivizsgálnak, milyen sokszor rükkutat ilyenre, hogy azt mondja, hogy ez morálisan aggályos, de jogilag teljesen korrekt eljárás volt. Most én azt gondolom, hogy ez egy morális válságra utal, tudnélik. Ha valahol ott kell lenni azért valahol annak, hogy azért, ha ilyen tartósan és sokszor a pozitív jogszabályokat a morál ellen lehet értelmezni, akkor ott azért valami probléma van. Nagyon szépen köszönöm ezeket a rendkívül jelentős észrevételeket, véleménynyilvánításokat és hát a belőlük kicsengő kérdés is. Nyilván nagyon hosszan lehetne ezekről most elmélkedni. Nem élhetünk vissza
az önök türelmével. Törekszem lényegre törően reflektálni, hangsúlyozom, nagyon lényeges és önálló beszélgetés tárgyává is tehető nagy problémakörre. Először egy kicsit távolabbról indítanék én is, ugye mert a példában Anglia szerepelt. Most Angliában az a specifikum, mint tudjuk, hogy a common law érvényesül. A common law pedig a bírói gyakorlat eredményeképp is a precedensek megalkotása révén gazdagodott. És ebben a common law-ban természetesen kötelező rangra emeltek bizonyos erkölcsi követelményeket is, tehát így módon pozitiválódott, Angliában pozitiválódtak nagyon jelentős erkölcsi kategóriák. Megjegyzem azt, hogy Angliában nem lett divat, mint hogy ezt az utat járták, a természetjogra való hivatkozás. Azért, mert a természetjogi felfogások többsége Európában a jus divinumra, a lex eternára épült, és az anglikán egyház nem respektálta ezt a katolikus egyházhoz és a pápaság intézményéhez is közvetlenül kapcsolódó jogforrási teóriát. Más a helyzet az Egyesült Államokban, amelynek az alapokmányaiban Philadelphiai nyilatkozat, Virginiai nyilatkozat, maga az alkotmány tele van csodálatos, szép megfogalmazásokkal, a természetjogi elveket idézik fel, hogy a teremtő teremtőnek köszönhetjük mindnyájan létünket, kötelességünk van a teremtő irányában, a teremtőt állandóan tiszteletbe kell tartani, és a teremtő teremtetteit, azaz egymást is. Ehhez hasonló csodálatos szép gondolatok, és az Egyesült Államok alkotmányfejlődése élt és élhetett azzal a lehetőséggel, hogy alkotmányos bázisból fejlesztette ki, és fejlesztette tovább a természetjogot. És az amerikai legfelsőbb bíróság által gyakorolt, főleg ő a legfelsőbb bíróság, de már esetleg más bíróság által is gyakorolt úgynevezett eseti alkotmánybíráskodásban rendszeresen hivatkoznak természetjogi elvekre. Tehát nem konkrét alkotmányi rendelkezésekre, hanem természetjogi elvekre, igazságosságra, méltányosságra, tisztességre, korrektségre, stb. És ugye ez adott alapot Dworkinnak ahhoz, hogy szintén kifejtse azt, hogy tulajdonképpen a alkotmány pozitív rendelkezései felett ott áll egy láthatatlan erkölcsi normaréteg, amelyet a bíró nem csak meghivatkozhat, hanem köteles is meghivatkozni mindig, akkor, hogyha a pozitív jogot nem tartja megfelelőnek. Európában más a helyzet, de utalnék arra, hogy Rudolf Jéring, ez a nagyszerű jogtudós, aki eredetileg ugye még azon a véleményen volt a fogalom jogászat talaján állt, később az érdeket szolgáló jogtudomány tudatos művelője lett, tehát egy sokkal liberálisabb felfogást képviselt. Ő fogalmazta meg ezt a nagyon sokat mondó mondatot, felfigyelt arra a múlt században, hogy feljegyzéseket készültünk törvényeinkben hiányzó erkölcsi felfogásainkról. Mert minden korszak azt mondta, hogy a saját korszaka erkölcsi válsággal küszködik a történelem során. Most is mondjuk, és megalapozottan mondjuk, és kötelességeink vannak a válság enyhítésére. Tehát ebből az következik természetesen, hogy a jog nem nélkülözheti. Itt Európában, ebben a kultúrkörben az erkölcsi normáknak a hasznosítását akkor sem, hogyha ilyen csodálatos, újszerű és alaptörvényi rangra emelt alkotmányi értékekkel rendelkezik. Hogyan veheti igénybe viszont most már alkotmányos eszközként az erkölcsi normákat ez az államrezon? Akként szerintem, nyilván többféle úteszköz megoldás van, hogy kívánatosnak tartom, szerencsésnek tartanám, ajánlom, írásaimban több helyütt megfogalmaztam, hogy a magyar alkotmány
tartalmazzon utalást, egyértelmű világos megfogalmazást a közerkölcs kötelező tiszteletben tartásáról. Ha ez a magyar alkotmányba bekerül, akkor kérném, lehet hivatkozni arra, hogy igaz, hogy ön a tételes törvény nem sértette meg, de megsértette ezt az alkotmányos alapelvet, ezt az alkotmányos követelményt, a közelkölcs követelményét. És nyilvánvalója, hogy az etikusok és az ilyen kérdésekkel foglalkozók, a legfelsőbb bíróság és stb. Majd gyönyörűen ki fogja munkálni a közelkölcsnek az adott korszakban tiszteletben tartanó főbb összetevőit. Ez az egyik ajánlatom, éppen az erkölcsi normák, nélkülözhetetlen erkölcsi normák hasznosítására, kiegészítő eszközként való hasznosításának megalapozására. A másik pedig az, hogy több ország példáját most már követve, és több kormányzat törekvéseit is figyelembe véve, indokoltnak tartanám, hogy az alkotmány tartalmazzon majd az új alkotmány egy olyan rendelkezést, amelyik előírná, hogy a közszolgálat különböző szféráiban, tehát a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, az ügyészi felügyeletben, a rendőrség keretében, a hivatásos tiszti állományban, és így tovább ki kell dolgozni mindegyik szférában, a közoktatásban, az egészségügyben dolgozók körében által ki kell dolgozni az adott szférához adaptált erkölcsi kódexeket. Hogyha egy ilyen általános felhatalmazást és kötelezést tartalmazna az alkotmány, akkor ez alkotmányos bázissal rendelkezne. Egyébként szerencsére nagyon sok helyütt már dolgoznak ezen. Tehát a közigazgatásban, magyar közigazgatásban már kidolgoztak közigazgatási erkölcsi kódexet, vannak már koncepciók, tervezetek ezekről, csodálatos viták folytak az akadémián, más fórumokon, konferenciákon. Angliában a kormányzat adott ki ajánlásokat a helyi szervek irányában, hogy dolgozzák ki az erkölcsi kódex, saját erkölcsi kódexeiket. Portugáliában is a kormányzat animálja, ösztönzi a közigazgatási szerveket, Spanyolországban is. Tehát széles körben terjedő felismerés, hogy a jog önmagában nem elég hatékony, mellőzhetetlen az erkölcs kiegészítő, komplementer, szubszidiális igénybevétele. Csodálatos koncepciókat dolgoztak ki Appel és Jürgen Habermas, nevezetesen a konzekvencionalista erkölcsi koncepciót. Azt vallják, hogy ezekben a kis közösségekben nyílt beszéddel, okos tanácskozásokkal az érintetteknek kell kidolgozni, amiről már az előbb is szó esett, a saját erkölcsi követelményrendszerüket, és figyelemmel kell kísérni a következményeket, a konzekvenciákat. És hogyha a konzekvenciák nem előnyösek, mert netán valamelyik erkölcsi előírás saját maguk által kidolgozott és magukra nézve kötelezőnek elfogadott erkölcsi előírás nem a célzott hatást, hanem valami pont nem célzott és hátrányos mellékhatást vált ki, mellék nem előnyös konzekvenciával jár, akkor azt természetesen azt a szabályt korrigálni kell. Tehát az erkölcsi kódexnek is egy állandó rendbetartása, gondozására van szükség. Ennek érdekében, tehát maradéktalanul egyetértek a probléma felvetéssel, az az igényel, hogy nem mellőzheti a nagyon fejlett és ilyen korszerű értékekkel rendelkező alkotmányos jogrend sem ezt az emberiség történetében nagyon hagyományos, kialakult és minden korszakban igényelt eszközrendszert, az erkölcsöt, aminek a tartalma természetesen változik és alakul, és amely felismerésre a világ nagy vallásai, köztük ugye a keresztény vallások is, de a buddhizmus is, az iszlám is, a zen buddhizmus is, a kínai csan buddhizmus is rájöttek, és különböző és a zsidó vallás csodálatos megfogalmazást alkalmaz, a tukin olamot. Így hangzik ez az alapelv. Hagy magad után kedvező körülményeket, mint amiben beléptél. Állandó kritikai szemléletűek, az én tapasztalatom szerint is a többnyire a zsidó emberek. Nem tűrik el az összevisszaságot, ellentmondásosságot, méltánytalanságot, stb. Rögtön szóvá teszik. Egy ilyen erkölcsi, vallás erkölcsi bázisa van ennek. Vallás erkölcsi alapnormatív szerepel az úgy kinolat. És hát ugye a
nem sokáig beszélek már. A Buddha alaptanításában, mert aztán buddhizmus, aztán továbbfejlődött a Hinajánára, a Mahajánára, a Rajajánára, a lámaizmusra, a kínai zsanra, a japán zenre és így tovább. De az alaptanításban ugye az szerepel, hogy az emberben ne legyen ártó szándék, és ne kövessen el ártó cselekedetet. És semmiben ne jusson el túlzásokhoz. Még a szeretetben sem. Mert az is bajokkal, hátrányos követelményekkel jár. Köszönöm szépen. Csak könnyen szeretnék mondani, ez zárójelben, hogyha nagyon jogászkodunk, hogy ez a példa az azért nem volt egészen szerencsés, ezt nagyon egyszerűen ki lehet védeni. Tudjuk, a munkatörvénykönyv előírja azt, hogy a dolgozó a munkahelyen kívül is köteles a hozzáméltó magatartás. Ilyen jellegű rektori utasítás azért sem lehet érni, mert ez a munkatörvénykönyvének mond el. Tehát ez már önmagában már megbeszélt. Az igaz, hogy benne van a munkatörvény. Az igaz, hogy benne van. Illetve, bocsánat, a közalkalmazott törvénykönyvben van benne ilyen. Professzor úr, az erkölcsi normák, amelyek a jog mögött állnak, közelmúltban a strasbourgi székhelyű Európa Parlament egy olyan döntést hozott, amelyben felszólítja a tagállamokat, hogy saját belső törvényekbe ismerjék el az azonos nemek együttélését a házasság intézmények rangjával. Március 17-én a Vatikán kiadott egy terjedelmes közleményt a pápai családi tanács, amely a természeti törvényekkel ellentétesnek nevezte ezt a határozatot, és felszólítja a katolikus törvényhozókat, hogy ne működjenek közre ilyenek meghozatalában. Én úgy tudom, hogy 1996-ban, mintha a Magyar Alkotmánybíróság előtt is lett volna egy hasonló kérelem, amely elutasítatott, és valahol elsőként talán megjelent a hivatkozás a természeti törvényekre. Hogy nevezetesen ez a törekvés ellentmond egy olyan szituációnak, amelyet nem ember alkotott. Ugyan némi hivatkozás történik már az 1990. októberi halálbüntetés megszüntetéséről szóló alkotmánybírósági döntésben, mintha arra mutatna, hogy az ember élete sorsa az transzcendens, tehát nem emberi ítélet alá eső. De konkrétan ennek a kérdésnek egy másik vetülete is nem áll fenne annak a veszélye, hogy az akárcsak európai méretű integráció is olyasfajta erkölcsi alapelvek követésére kényszerít minket, amelyeket ez a nép nem oszt. Gondolok itt konkrétan erre a határozatra, amely hát némi megrökönyödést váltott ki, hogy az a művelt Európa, amelyhez csatlakozni kívánunk, ezt a fajta erkölcsi posztulátumot állítja a saját tagállamai elé, és majdan esetleg nekünk, mint tagországnak ezeket a követelményeket érvényesíteni kellene. Köszönöm szépen. Mi a kérdése? Vajon a nemzetközi integráció kényszeríti minket esetleg olyan alapelveknek az elfogadása az alkotmányos értékek tekintetében, amelyet mi nem osztunk. Gondolok itt például konkrétan erre az Európa Parlamenti döntésre, az azonos neműek együttélésének házassági való elismerésében. Ez az egyik. A másik része a kérdésnek pedig arra irányul, hogy ez a 96-os Magyar Alkotmánybírósági döntés, amely ugyanezt a beadványt elutasította, az hivatkozik valami olyasmire, hogy a természet törvényeivel ez a kérés ellentétben áll, tehát azért nem teljesíthető. Nincs tételes jogi szabálya, hanem egy magasabb, tényleg meg nem fogalmazott és körül nem írt erkölcsi követelményre mutat. Köszönöm szépen a nagyon jelentős és izgalmas kérdést. Exakt választ nem tudok megfogalmazni, mert nem olvastam az Európai Parlamentnek ezt az állásfoglalását. Ugyanis hát tudni kellene, hogy házasságról van e szó, vagy élettársi együttélésről. Mert a kettő nem azonos. A házasság az ugyanis családi kötelék létrehozására, gyermekek nemzésére és gyermekek nevelésére hivatott jogi felfogás. Nem csak vallási felfogás szerint, nem csak
erkölcsi felfogás szerint, hanem jogi felfogás szerint is. Most a 96 évi alkotmánybírósági állásfoglalás valóban elutasította annak lehetőségét, hogy azonos neműek házasságban éljenek. A magyar alkotmány ugyanis utal a házasság intézményére, és nem természetjogi törvényre történt az indokolásban utalás, hanem hagyományos intézményre, nevezetesen, hogy az európai kultúrában a család az mindig, a házasság az mindig ellentétes neműek közötti szövetséget, tartós szövetséget, köteléket, stb. Testesített meg és jelentett. Ezért tehát a magyar alkotmánnyal összeegyeztetetlennek minősítette az azonos neműek házasságban, tehát hatóság előtt megkötött házasságban való élését, és a házassághoz fűződő jogi következmények elismerését. Nem tartotta azonban alkotmányellenesnek, hogy azonos neműek élettársi kötelékben éljenek, és az élettársi kötelék és a különböző neműek élettársi kötelékéhez kapcsolódó jogi előnyöket is élvezzék, tehát bizonyos fajta támogatásokban részesüljenek, vagy pedig hát közös háztartást vezessenek, vagy közösen adózhassanak, vagy stb. Stb. Tehát bizonyos fajta élettársi együttélés, külön neműek élettársi együttműködés, együttéléséhez kapcsolódó jogi konzekvenciákban részesüljenek az azonos nemű együttélők, élettársi együttélők. Nem ismerte el, és alkotmánnyal összeegyezhetetlennek tartotta viszont az azonos neműek házasságkötését. A kérdés második része arra irányult, hogy a nemzeti jogrendszerek és a nemzeti alkotmánybíráskodás, hogyha ez kötelező norma, mert lehet, hogy ajánlás jellegű, stb. Tehát nyilván, hogy én is törekszem megszerezni, nem nehéz ezt természetesen is tanulmányozni. Hogyha ez kötelező lenne, amit nem tételezek fel, egyébként Magyarországra biztos, hogy nem kötelező, mert hát most még ennek a kötelezési lehetősége sem áll fel. Hogyha kötelező lenne, akkor a Nemzeti Alkotmánybíróság, bármely Nemzeti Alkotmánybíróság, a Magyar Alkotmánybíróság is ezt a kötelezést összevetheti az alkotmányban rögzített alapintézményekkel és alapjogokkal. És ha a Nemzeti Alkotmánybíróság arra következtetésre jut, hogy egy ilyenfajta nemzetközi fórumtól származó kötelezés, amit csak feltételezek, alkotmányi alapintézménybe vagy alapjogba ütközik, az sért is, a többi, akkor a Nemzeti Alkotmánybíróság hozhat olyan döntést, hogy az alkotmánnyal lesz összeegyeztethetetlen, és az országra nézve nem minősül kötelezőnek. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket és érdeklődésüket. Külön köszönöm professzor úrnak a rendkívül színvonalas fejtegetéseit. Viszontlátásra! Kérem szépen, ez nem a búcsút jelentette, ez pusztán a...